Sok ezeren vonultak a 2019-es Budapest Pride-on, idén először kordonok nélkül. Mit gondolod, hogy idén már nincsenek kordonok? Boldog vagyok, és így hát sokkal természetesebb is jó. Ez nem csak azt jelenti, hogy a Pride egy sokkal izgalmasabb és egy sokkal szabadabb irányba megy, hanem egy kicsit azt is jelenti, hogy mi, mint társadalom elértünk egy olyan szintre, hogy még akkor is tudunk viselkedni, hogyha nem feltétlenül értünk egyet mindenben. Az ellentüntetők az Erzsébet téren várnak Budaházy György vezetésével, és ugye ezen az idei Pride-on ők vannak kordon mögött, nem pedig a menet. Ne engem zárjanak ki, őket zárják kedvezve. Ott a Hajógyári sziget, ott rendezvényezzenek. Itt nem provokálásról van szó, itt nem arról van szó, hogy rá akarjuk tukmálni másokra a saját értékrendünket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nincsenek meg azok az általános jogaink, amik heteroszexuális embereket megilletnek ma Magyarországon. A társadalom összességét sérti a magatartásuk, és nekik akarnak jogot szerezni. Itt lennének még a legfontosabb jogok, amiket ki kéne harcolni. Nézd, én azt gondolom, hogy a házasság az mindenképpen jó lenne, illetve hogyha az örökbefogadás, illetve a családalapítás környékén tudnánk még intézkedéseket létrehozni, ez nagyon-nagyon menő lenne. Én vagyok Mr. Gay Hungary, illetve a Mr. Gay World 2019 second runner-up, azaz harmadik helyezett. 48%-a a magyaroknak úgymond elfogadja az LMBTQ közösséget, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó szám. Hát nem, most már kinek van már abban öröme, hogy most akkor itten elkezdjen a buzikkal vacakolni. Kicsit olyan nem, mint az iskolában is rászállnak, mondjuk a kövér gyerekre, akkor ezt fél évig kínozzák, aztán úgy beleunnak, és akkor más szórakozás után néznek. Szerintem erről van szó. Megérkezett a menet, de azt javaslom, várjuk meg, amíg meg is látjuk őket itt. Jó, de itt előttünk, tehát ki fogom fulladni, hogy... Wow, nagyon szép a marimatok! Örüljetek, hogy itt vagytok a Budapestről! Az utóbbi években nagyon erős lett a nagyvállalati jelenlét a Pride-on. Erről mit gondolsz? Ma már szinte kínos nem kiállni a Pride mellett. Mi is egyébként az MTV kamionon játszunk. 15-6 évvel ezelőtt tisztán emlékszem, amikor ugyanannál a cégnél dolgoztam, ugye behívtak engem egy beszélgetésre, ami arról szólt, hogy én túlságosan gay vagyok, és hogy az élőadásban ne húzzuk ki a szememet kékkel. Az az ember, aki nekem ezeket mondta, akkoriban már egyébként nem dolgozik a cégnél. Én viszont ott vagyok, hogy egy motivációs beszédet tartsak a cég dolgozóinak. Tehát csodálatos látni ezt a változást. Ez az intenzív nagyvállalati jelenlét persze nem mindenkinek tetszik. Anti-kapitalista! Nagyon-nagyon felbassz minket az, hogy a cégek kibasszák a szivárványos logót a termékeikre. Ezek a cégek nagyon sok esetben támogatják a Pride-ot, azok az ilyen évbérrel dolgoztatnak embereket, nem tudom, Dél-Kelet-Ázsiában. Egy cég nem tud úgy megnyilvánulni társadalmi kérdésekből, hogy ne a saját piaci érdekeit tartsuk szem elő. Hát, de mi tegnap jött ki egy ilyen Pride Collection-nál, az egy ilyen tök erős üzenet arról, hogy alapvetően... De most ti is brendelitek a táblát. Egybeli, a Szabad Ország Szabad Egyetemmel hallgatói szakszervezete. Jobban örüljetek! Harmadik éve itt vagytok Budapest Pride-on, kiálljátok egyet! Teljesen ugye a magántőke mutatja meg, hogy sokan ebben az országban így gondolkoznak. Miközben mondjuk a főváros vezetése elég szomorú, hogy annyira a dologtól hát hogy mondjam, távol tartja magát. Hát hol van a főpolgármester, neki kellene köszönteni a tömeget. Van ugye például az a gyakran emlegetett LMBTQ betűszó, ezt például jónak tartja? Nem tartom jónak, és hát egy kicsit nevetségesnek tartom, de kérem, ha valaki komolyan
ezt gondolja a helyesnek, akkor nem. Én csak egyszerű buzi vagyok, én nem vagyok LMBTQ. Én őszintén szólva nem vagyok óriási rajongója annak, hogy a világ egy olyan irányba kezd elmenni, amikor a politikai korrektség az a belépő egy párbeszédbe. Egyszerűen nem mindenki van képbe azzal kapcsolatban, hogy jelenleg az LMBTQ kifejezés az, ami társadalmilag elfogadott. Hogyha valaki mondjuk nem azt mondja, hogy LMBTQ, hanem mondjuk azt mondja, hogy homi, vagy nem a negatív fennhanggal, de mondjuk azt mondja nekem valaki, hogy buzi, én azon se sértődök meg. Ezzel is küzdeni kéne, hogy ne használják a szavainkat, ne értelmezzék át a meleg szót, ami nem egy negatív dolog, de most már ugye mindenkinek egy ilyen degeneráltság jut eszébe róla. Na jó, szóval ezért küzdünk. Úgyhogy várunk, esetleg egy kis hazafigyelzenét addig berakok.